nem tudom eldönteni, hogy az előző fesztivál volt jobb, ami két évvel ezelőtt volt, mert arról azt gondoltam, hogy minden idők legjobb fesztiválja volt, most vagy a mostani, mert tehát természetesen itt most nem a körülményekre, meg nem a anyagi kondíciókra gondolok, mert az nagyon kevés pénzből rendeződött ez a fesztivál, és sok egyéb program, kísérő program, ami hozzátartozott a fesztiválról, elmaradt, meg volt néhány előadás, ami pontosan ezért nem is tudott eljönni. De sok fontos és érdekes előadás volt itt, és azt gondolom, hogy más színházi műfajban nem vagyok biztos benne, hogy láttam olyan erős fesztiválokat, amelyek ennyire egységesen erősek voltak, mint mondjuk ez a két kaposvári biennálé. Tehát akár a posztokat, akár valamik alternatív fesztivált gondolom végig, akár valamik táncszemlét. Tehát én ezt egy kifejezetten erős mezőnynek érzem, még hogyha természetesen, és ez a válogató szubjektivitása hiányoztak is szerintem itt alapvető társulatok, mondjuk például a gyerekszínházi műfajhoz a stúdiókán mindenképpen hozzátartozik. Tehát hogyha nagy Isten én válogattam volna, akkor biztos, hogy itt lett volna a stúdiókán valamelyik előadása is, meg még egy-két más előadás, de ez mindig a válogató ízlése, és én ezzel abszolút egyetértek, hogy egy személyi válogatásra van szükség, mert akkor valamilyen lesz egy fesztivál, hogyha ketten, hárman, négyen, öten válogatnak, akkor ezek a középarányosok pontosan azt oldják, hogy valamilyen legyen a fesztivál, tehát jön a középarányos semmilyen, és ezt magam is tapasztaltam már abban a szerepkörben, amikor ilyen gyerekfesztivált válogattam. Tehát én az egyszemélyes válogatást jónak tartom, és ezt egy jó válogatásnak gondolom. Néha vitatkoztam is. Sem vannak a gyerekszínházban megfogható vonulatok, ezt végig kell gondolni, elemezni kell, tehát mondjuk például, hogy milyen erős lett az ifjúsági vonal, hogy néhány éve még, tehát 5-6 éve is mondjuk egy-két TI előadás képviselte, meg egy-két Vidovszki előadás képviselte azt, ami az ifjúságnak kifejezetten az ifjúságnak szóló produkciók. És hogy természetesen itt is nagyon erős volt ez a vonulat, és van egy nagyon erős holdudvar is, ami még lehetne sorolni 10-15 fontos kezdeményezést, ami ebben az ifjúsági vonalban megjelent. Mondjuk például az Osztályterem Színház, ami szintén a Kolibri kezdeményezésére született, aztán utána egy egész gazdag műfaj lett belőle, tehát ez vagy hogy a drámapedagógiának, mint módszernek milyen határozott szerepe lett a színház mellett, tehát főleg az ifjúsági előadások mellett, de nagyon sok gyerekelőadás mellett is mennyi olyan produkció van, aminek természetes része egy foglalkozás, különböző módszerekkel, és így tovább, de ez is egy erős vonal. Hát aztán természetesen a gyerekszínházban is folytatódnak különböző trendek. Tehát mondjuk például itt a Szent Iváni Álom előtt arról kell beszélni, hogy mondjuk ezek a klasszikus értékek mai megfogható feldolgozásban hogyan jelennek meg. Aztán ugye a független társulatok, amelyek ez az egy-két személyes társulatok, amelyek mindig erősek voltak, és miközben ugye itt hiányoznak alapvetően egy-két-három személyes társulatok, tehát mondjuk a Tintaló sincs itt, meg a Márkus Színház is nincs itt, de mondjuk vannak nagyon erős régi formációk, már hogyha néhány évet réginek lehet nevezni, mondjuk a Hertrup vagy az Irano, meg hát ilyen új kezdeményezések is vagy alkalmi. Tehát hogy a gyerekszínházban ez továbbra is nagyon erős, hogy jó ízléssel, nagyon jó művészi energiákkal születnek olyan produkciók, amelyek nagyon-nagyon izgalmasak és értékesek. És hát az, hogy mondjuk itt a... Hát erre nincs jó szó, hogy kell ezt nevezni, közszínházi, bábszínházak vagy hivatásos, de hát ugye függetlenek is hivatásosak, tehát ez itt nem jó kifejezés, de önkormányzatinak sem nagyon lehet nevezni, mert az önkormányzat adja bele a legkevesebb pénzt a fenntartásba. Tehát, hogy ezek a intézményesen működő bábszínházak, ezekben is nagyon sok értékes és izgalmas produkció születik.
Egyáltalán itt a műhelyszerűséget, tehát hogy itt vannak csapatok és műhelyszerűen dolgozó társulatok, ezt például nagyon jól lehetett érezni ezen a fesztiválon is. Olyasmit mondok, ami mondjuk például a felnőtt színházban nagyjából kiveszett mára. De itt az, hogy vannak alkotó közösségek, alkotó tímek, és ezek a közös kreatív energiákból születnek a fontos dolgok. De nem csak a gyerekszínházakat mondhatom ezt, hanem mondjuk az Antigon is kifejezetten egy ilyen közös kreatív kisugárzás volt. Tehát ez is fontos tanulsága ennek a szemlének. Hát meg hát végig kell még gondolni, mert műfajilag is rendkívül változatos volt, amit régóta lehet mondani természetesen a gyerekszínházok kapcsán, hogy a vizualitásnak milyen hangsúlyos és kifejezett szerepe van. Tehát, hogy valóban most is az derült ki, hogy a gyerekszínházak, gyerek és ifjúsági színházak valami olyasmit tudnak, ami tulajdonképpen megtermékenyítőleg hat a felnőtt színházra is, és szerintem hat is. Tehát nem csak abban az értelemben, hogy ezek az előadások tulajdonképpen egy másfajta közönséget nevelnek, mint amit a tradicionális prózai színház megszokott, hanem az alkotói gondolkodásban is lehet érezni, hogy inspiratívak tudnak lenni ezek a produkciók, vagy az ilyen gazdagságú, komplex produkciók. Ilyesmikről lehetne gondolkodni a fesztivál kapcsán. Sokszor előfordul a gyerekszínházakban, mert hát ugye azért legyünk őszinték, itt a gyerekszínházaknak a krémjét, vagy az elitjét, vagy nem is tudom, micsodáját láttuk. Tehát sokszor van az, hogy hogyan lehet küzdködni a klasszikus mesékkel, de hogy én kifejezetten azt éreztem, hogy ez a kényszer jól működik, hogy valójában minden előadásnak, gyerek előadásnak saját magának kell megírni a saját darabját, a saját szövegkönyvét, a saját adaptációját, a saját változatát. És hát itt vannak nagy felfedezések. Itt tudom én, a Kolozsi Angilának a darabja, vagy például a Gimesi Dóra három teljesen különböző változatot készített. Tehát úgy értem, hogy három különböző nyelven beszélő darabot írt. Vagy mondjuk a Jeli Viktória, aki szintén egyre több adaptációt csinál. Tehát, hogy itt van egy, hogy kellene ezt nevezni, szakma, amit kialakulóban van, ez a bábszínházi drámaíró, és ezt szerintem erősíteni vagy ösztönözni kellene. Tehát kultúrában annyi mindennek kellene lehetőséget adni, hogy arról nem is lehet beszélni, és annyira szűkülnek a lehetőségek, hogy mindez inkább csak az álmodozás kategóriája.